Sziasztok, ez itt a Két vonalas les új esztendőbeli első beszélgetése. Vendégünk ma Balogh Tibor, akinek a neve már összeforrt a KSI-vel, elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar női jégkorong feltámasztásában, vagy megszületésében. Ezen kívül 35-ször volt tagja a felnőtt válogatottnak, többszörös magyar bajnok, és nem utolsó sorban, ezt muszáj elmondani, hogy 2023-ban a Kisles All-Star Gálán a Vén Farkasok mezét magára húzva újra pályára lépett ezen a nagy sikerű eseményen. Szia Tibor, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszi, de erre a gálára én nem emlékszem, megmondom őszintén. Hát te szégyeld magad. Igen, ez egy majd átküldöm a linket. Jó. Volt egy Kisles All-Star Gála, most már a második tavaly. Valamikor ugye áprilisban volt a tavalyi, ahol kitaláltuk azt, hogy ez egy virtuális All-Star Gála, tehát, hogy... A virtuálisan, akkor ott lesz. De milyen jó ment a védés is, igen. Köszönöm. Nagyon jó ment, igen. 90% fölött teljesítettél. Sajnos a ravasz rókák nyerték a mérkőzést. Talán Pék volt az utolsó gól szerzője, erre már nem biztos, hogy emlékszem, de akkor már azt hiszem nem te védtél, hanem akkor már Szuper Levi volt a váltótársad. Nem csodálom. Szóval, aki most hallgatja ezt az adást, és nem nézte meg, akkor ajánlom figyelmébe, hogy a Kisles YouTube csatornáján az All-Star gálákra keressen rá, mert kettő is volt belőle. Akkor szia Tibi, üdvözlünk. Én a szokásunkhoz híven a legelejéről kezdeném, hogy jött neked a jégkorong és a kapusposzt, hogy ismerkedtél meg a sportággal, hiszen abban az időben mi még nem is követtük a jégkorongot, de akkor ez egy ilyen mostoha sportnak számított, hogy miért erre esett a választásod? Fú, hát senki nem élt még akkor, talán én se. Apukám egy bizonyos években igazgatóként szerepelt. És nála voltak sportállásba hoki játékosok. Hát ilyen akkori színnek megfelelő sportálásba, tehát nem tudjátok, de hát írt nekem most a Facebookon a Simon Laci, tehát ő egy ilyen igazi legenda, tehát nem csak a hoki, hanem a tévés meg a könyves pályafutása is, és ő is ott dolgozott a csoki gyárba, ott laktunk mi is, a Balázs Béla utcában, már nincs meg a ház. Na mindegy, de hát ilyen nagy sportrajongó volt, tehát most mit mondjak, hogy én 6 évesen együtt málnáztam a Szusza Feri bácsi stadionnal, és kaptam is tőle egy labdát, egy focilabdát, mert biztattam, hogy most már ígyunk, már az én málnaszöpöm kezdett már kihűlni. Úgyhogy ilyenek voltak, és az apukám az mindenkit ismert, és szakosztályvezető is volt, vagy valamilyen vezető az Újpestnél. Ezt így félve merem mondani. A Fradi miatt, de hát én ott szagoltam a öltöző szagot már 4 évesen, akkor nem volt még Újpest pálya. Úgyhogy meg sokat jártunk meccsre, aztán végül is a Meteorba kezdtem el hokizni, és én kapus akartam lenni, de nem volt szerelés. Mondták, hogy ott van az a, én akkor voltam 11-12 éves, hogy ott van a serdülőbe véd a Hagyma nevű srác, és a Hagyma, hogyha fölmegy az ifibe, akkor majd leadja a gondolatot, hogy milyen mamutja volt, és akkor majd összeraknak valami szerelést. De aztán közben megalakult a KSI, és akkor ott persze ismertük azokat is, akik KSI-sek lettek, mondjuk a Vedres Matyi Újpestről, és hogy na, az ott jó lesz, mert akkor ott lesz szerelés is, meg hogy a Vedres Matyi lesz az edző. Hát akkor nekem már a Vedres Matyi egy isten volt, és az is maradt a legvégsőkig, úgyhogy oda kerültem a KSI-be, és akkor ott Jakabházi főnök volt, és az első eresztésben ott benne voltam 65-től, 64-től. Úgyhogy de hát azok nagyon szép évek voltak, mert egyrészt jött a siker, persze sokkal jobb körülmények között tudtunk mi edzeni, mint akkor az összes többi klub, tehát annyi edzésünk volt, mint a felnőtt válogatottnak
a kis stadionba, annyi jégidőt kaptunk. Úgyhogy ez nagyon klassz volt. De hát csak mondjuk a Matyira, Vedresre, vagy biztos ismertek olyan neveket, hogy Eperjesi, Kovács. Még kihabáltuk is a nevét. Kovács Anti. Már mondtad rossz értelemben, tehát hogy... Igen, Szadovszki. Nem tudom, hogy kihagytam-e valakit. De hát ezek mind az ő keze alól kerültek ki egy csoportból. Tehát mi ott jól ismertük egymást. Tehát ez csodálatos edző volt, anélkül, hogy bármilyen fegyelmet próbált volna tartani, mindenki csüngött a szaván, és csinált kell. Tehát. Na mindegy, ez volt az a KSI, aztán utána jött a Volán, mert megvette a Volán az egész KSI-s brigádot, tehát egy új csapat keletkezett, ott volt egy őrült ember, nagyon rendes Tapolcai Kálmán Márcsi, ő volt a Tröszt igazgatója, és akkor a Grosics, nem tudom, mond ez nektek valamit. Hallottuk már ezt a nevet. Ő volt a Volán SC elnöke, azt hiszem, és akkor ő felügyelte ezt a dolgot, na mindegy. És akkor aztán ott volt egy kellemetlen dolog, hogy elvittek katonának, és akkor mondták, hogy akkor 2 év múlva találkozunk. Nem mondom, de hát kikérő, meg izé. Hát, azt ők nekik arra nincs érkezésük, hogy ezzel foglalkozzanak. Majd, ha leszereltem, akkor jelentkezzem. És hát mindegy, emögött is voltak biztos dolgok, de lényeg, hogy akkor én mondtam, hogy jó, köszi, akkor én ezt nem szeretném. Akkor átkerültem a Fradiba. De 1 évet ki kellett várni. Tehát akkor az volt a szabály, hogy ha nem engednek el, akkor 1 év. Úgyhogy 1 évet kivártam, és utána kerültem 75-be, 74-75-be a Fradihoz. Tehát még a leszerelés előtt, de hát egy darabig nem játszottam. Ha. És akkor utána, ugye ott megint jöttek a szép évek, tehát ott az akkor egy 10-szeres bajnok csapat volt a Fradi, illetve hát még nem volt 10-szeres, csak azt hiszem 4-szeres, mert 6-szor velem is nyertek. Nagyon jónak kellett lenniük, megmondom ezt. De hát a Kereszti Mészői Havrám, vagy a Pórbikák, Reák. Most a Farkascajáról ugye nem beszélünk, mert az rossz ember lett, de nagyon jó játékos volt, de hát a Hajzerek, a Krasznai. Úgyhogy ezek, most megint kihagyok valakit, akkor bántani fog, de hát elnézést előre, és most a 20-at nem tudnám így fejből felsorolni, de hát voltak ott nagyon jó játékosok, úgyhogy nem okozott gondot a bajnoki cím megszerzése általában. Murberci, na, még eszembe jut majd. De egyébként nem is volt sok csapat, tehát akkor azért a bajnoki címet megnyerni, ott gondolom 2-3-4 csapatos. Hát 4, igen. Viszont az a 4 az olyan volt, hogy azok hokisok voltak, tehát. Egyébként pont erre lett volna a kérdés, hogy van-e legemlékezetesebb pillanat, de lehet, hogy ilyen nincs, mert akkor ez most elkezded, és az adás végéig, de hát, ha van 1 vagy 2, ami ilyen nagyon... Hát én azt kivágnám azt, amit elmondok most, de csak viccelek. Az Újpesttel kaptam egy borzalmas gólt, szerintem még kép is van róla, mert a Kandur jött oda a kapuhoz, mert egy távoli lövés volt, azt hiszem a Buzera lőtte, a Buzás Gyuri, és én úgy láttam, hogy les. Tehát, hogy már bent van valaki, és nem is figyeltem annyira oda. És bement. És azzal elvittük a meccset, meg szerintem a bajnokságot nem, de az nagyon, az borzasztó volt. Úgyhogy ilyen borzalmakat tudok mesélni, hát most az, hogy kivéttem egy lövést, hát az arra nem, arra úgy nem emlékszem, de biztos volt ilyen is, csak ritka. Hát, valahogy 6 bajnoki címet azért meg kellett nyerni. Hát nem én nyertem, megmondom őszintén. Tehát ott tényleg egy iszonyúan motivált csapat volt. Tehát az egy igazi Fradi volt, hogy ott az edzéseken véres csaták voltak. De tényleg. Úgyhogy... Ha nem volt semmi verekedés, vagy mit tudom, akkor már nagyon nyugodt volt a csapat. Vagy. De ott nem volt vesztes, tehát ott,
Ott, ahogy mentünk föl a jégről, már mindenki hazudta azt, hogy ő nyert kettővel. Tehát, de nagyon komoly sportemberek voltak azok tényleg. Most így gyorsan ránéztem a 75-76-os bajnoki győzelmet szerző csapatra. Hát Ladenyi Gábor nevét nem hallottam tőled, talán. Schilling Péter, Szabó Gábor. De ők is persze, nyilván. Hát Enyedi, tudom, hát hogyha most elém rakod a képet, el tudom nyilván sorolni. Persze. Csak így adhok, nehéz ez, persze. Persze. Rasztoszki, tehát voltak persze. Így van, Schilling. Így van. Sajnos, hogy már nincs köztünk, azt hiszem. Úgyhogy... De azért az megtisztelő szerintem, hogy Balogh Tibor nevével kezdődik a felsorolás. Hát biztos az a HBC. Lehet, mert a következő Deák, aztán Enyedi, tehát. Még annyit beszéltünk róla. A Ferencváros, az Újpesti Dózsa, a BVSC és a Budapesti Volán szerepelt ekkora magyar bajnokságban, ez 1975-76. Nagyon sokan vannak a hallgatók, nézők között, akik szerintem úgy nagyjából velünk egykorúak, akik még ekkor talán nem is éltek. De biztos, hogy vannak olyanok is, akik nem éltek még ekkor. És ugye ez még a magyar jégkorong hőskora, és igazából azt szeretném még kérdezni, egy kicsit így kekeckedve, hogy 35-ször vetted magadra a címeres mezt. Miért nem többször? Hát az se biztos, hogy 35 volt. Hát akkor egy más korszak volt, mert nem éltétek ezt át. Nekem a bátyám diszidált 73. Még katona voltam, én úgy szereltem le, hogy kerestem a bátyámat, de már ő Svájcban volt. Nem is szólt senkinek, én sem tudtam, nem is laktunk együtt, tehát ő már felnőtt ember volt, 7 évvel idősebb volt, mint én. Megnősült, Dunakeszin laktak. Tehát, na mindegy, de hát ezt a államvédelmi hatóság, vagy nem tudom mi volt akkor, kellett bejárnom a Keokba, az Andrássy útra. Ők azt úgy vették, hogy mivel hogy őt megbüntették a hazatérés megtagadásáért, így rám esett az a rész, hogy én meg nem kapok útlevelet 5 évig. Tehát így egy kicsit a válogatottság lehetett volna, mert a hazai meccseken nyilván, de azért én úgy érzem, hogy nem biztos, hogy mindig engem választottak volna, mert utazni meg nem tudtam. Volt olyan eset, hogy a Szunyoga, emlékezzünk rá, szegény most halt meg nem olyan régen, egy halálrendes, nagyon jó kapus volt. Volt olyan, hogy ő ment a Fradival külföldi meccsre, ezt nem tudom, hogy intézték el, de a páromnak, a Kovács Antinak is volt valami ügye, nem volt útlevele, nekem se volt útlevelem, több kapus nem volt, és akkor a Szunyog ment el. De érdekes, hogy ezzel jellemző a klub hűségére, hogy ezzel ő nem élt vissza, tehát nem próbálta betornászni magát a Fradiba, pedig hát klasszikusokkal jobb kapus volt, mondjuk mind én. Tehát... Mondjuk itt akkor meg visszacsatolok én az előző kérdésemre, egy nagyon picit ugye így ledobtad magadról a terhet, hogy hát nem te nyerted meg azokat a bajnokságokat, de azért a válogatottba csak meghívtak. Tehát azért, hát azért kevés, nem lehet azt mondani. Kevés kapus volt. Ha valaki beteg lett, akkor meg... Na, mindegy, hát én nem akarom az én sportpályafutásom, én tudom, hogy milyen volt, én milyen voltam, szinte edzhetetlen, na mindegy, erről ne is beszéljünk, mert már bánom, de így legalább tudom, hogy vagy tudtam mind edzőként, hogy kihez hogy kell állni, mert hogy én nem voltam egy jó alany a sportnak, úgyhogy... Aha, de egyszetetlen, ezt úgy kell érteni, hogy pont leszartad, amit az edző mond, mert te jobban tudtad, vagy egyszerűen nem érdekelt. Mondok egy esetet, szerintem egy jó fél éven megkerült, hogy addig nem szerepeltem a Fradiba se, hogy a Rajkai Laci bácsi odahívott ott a millenáris folyosóján még az öltöz előtt, hogy beszélni akar velem, mert fontos dolog, és hát én 20 éves voltam, és akkor
az öregnek kell énekeltem, hogy öreg, nekem csak a zene, a zene, a zene, a zene kell. Na most, nem gondold el az ő fejével. Értek mindent, jó. Az edzők álma ez a játék. Ja, és közben még nagyon akartam volna, de ez valahogy ez a bohém dolog, ez mindig eredmetett nekem. Ugye mi a 70-es évek végén születünk, 77-76, tehát elmintetett Eperjest, rá még emlékszünk, őt még kiabáltuk, hogy sírjál Eper, igen. Az kell. Poznik Gyuri, aztán nekünk ugye Poznik Gyuri váltotása Bánkarcsi, másik oldalon Géci Gabi, Budapesti oldalon, ők azok. Nekik is kiabáltunk valamit, csak egy más. Hát a Bánkarcsi az nekem tanítványom volt. Tehát én a Fradiba kezdtem így az edzősködést, még úgy is, hogy hülye dolog, de nem adtak pénzt, és akkor kiártam a műjégre. Csak úgy segíteni a... nem jut eszembe a neve, mindegy, majd eszembe jut, akkor mondom. És ő volt a főedző, és kimentem csak úgy. És akkor aztán később jött egy ilyen nagy toborzó, csomó gyerek jött, és ott jött a Bánkarcsi is, meg a Juhász Zsolt, talán ők is. Tudjátok, hát ugye három év különbség volt, a Juhász Zsolt volt a nagyfiú, hát én dobáltam le nekik, a zuglóba laktak a szomszédunkba, és akkor ott hokiztak, és én ledobáltam egy csomó hokiütőt a negyedik emeletről, hogy ott a ketrecbe, ami felöntött jégen tudjanak játszani, és akkor elcsábítottam hokizni is a Zsoltot, és akkor hogy elég jó kapus lett végül, és meg hát a Karcsi is elég jó lett. De aztán a Fradiból eljöttem, csak hogy haladjunk időrendbe, mert a KSI-be az Orbán Gyuri volt a vezetőedző, és akkor én még játszottam is, de fölajánlott az Orbán Gyuri egy lehetőséget, hogy neki kell valakit a KSI-be adnia, vagy csak akkor jöhet el, akkor engedi el a KSI a Fradiba főállású edzőnek, hogyha talál valakit maga helyett. És akkor én már jártam edzőire, meg volt már így tapasztalatom, meg minden. Sőt, akkor már jártam a szakedzőire is, a TF-re, és akkor így végül is a KSI-hez sikerült kerülnem. Olyan, mint a Séra Miki, vagy a Jenei Zsolt, vagy Pichler Gyuszi, aki még mindig aktív, vagy a Karsai Feri, vagy Irontai Balázs, tehát ők voltak az edző kollégák, és ők mind tényleg ilyen elkötelezett edzők voltak. Tehát ugye akkor nem volt ebben olyan nagy pénz, tehát egy pár száz forintokért, gondolom a Séra Miki is annyiért dolgozott, mert egy kajakedző is volt mellette, úgyhogy nagyon tapasztalt gárda volt, nehezen is fogadtak be, megmondom őszintén, hogy nagyon keserves volt az első fél év, mert ugye én minden tudó TF-re jártam, bajnok voltam, jellemeztem már magam, hogy azért milyen voltam, és akkor fordult ez meg, Kandó Gyuri volt még kurszedző, és akkor fordult ez meg, amikor nekem is lett csapatom. Mert addig azt hittem, hogy én ott jó el vagyok az íróasztal mellett, mint szakosztályvezető is, vagy én ott intézem a dolgokat, de marhára nem ment. És amikor lett csapatom, akkor rögtön velük egy csapatba kerültem, mert én is edző voltam, és akkor sokkal könnyebb volt az. Ha elfogyott a korong, észrevettem, ha eltört egy bot, észrevettem, tehát akkor már így sokkal könnyebb volt. Úgyhogy aztán, amikor megszűnt a KSI 86-ban, akkor volt egy ilyen párt határozat, hogy a KSI-ba a csapatsportokat meg kell szüntetni, mert az nem elég hatékony, mert egy úszó nyerhet 8 aranyérmet, ugye, mint a Mark Spitz, egy hokista meg ugye olimpián sose fog elindulni, de nem is fog nyerni, és az 20 érem lenne. Szóval az nem volt hatékony, és akkor ezt kitalálta a Tibor Tamás elvtárs, hogy szűnjön ott meg. Holott a KSI akkor IFI-be bajnok volt, Serdülőbe bajnok volt, Kölyökbe bajnok volt, egy második helyezett
volt az én csapatom. Akkor a Volán nyerte a bajnokságot, és nem tudjátok elképzelni, hogy ki játszott a Volánba. Ocskai Palkovics. Nem értem, hogy lehettetek másodikak. Hát jó, ha elmondom, azt már nektek elmondom, de vágjátok ki, ha nem. Én azért kaptam egy fair play díjat, mert a Volán nem jött el egy meccsre. És akkor még úgy volt, hogy nem volt playoff, meg nem tudom én mi, hát volt X meccs, 14 meccs. Mi a Volánt az első körben megvertük, az összes többit is megvertük, és egy lejátszatlan meccs volt, ahova ők nem jöttek el. Tehát az a két pont az a miénk. Uh-huh. És akkor mondtam is, hogy akkor bajnokok vagyunk, milyen jó. De hát még volt idő, tehát mit tudom én, ez volt februárban, még lehetett játszani, és akkor Pásztor Gyuri bácsi mondta, hogy de hát ez nem jó dolog, hogy úgy dől el egy ilyen bajnokság, hogy zöld asztal mellett, vagy fehér, vagy nem tudom milyen, zöld-fehér asztal mellett dől el. És akkor én gondolkoztam, és akkor végén ráálltam. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy még egyszer megverjük a Volánt, mert az első meccsen azt mondja, nyertünk 7-3-ra. És Pesten volt a meccs ráadásul, és valahogy úgy alakult az egész, hogy kikaptunk, és de lőttünk kapufát, minden, de a gyerekek ugye már akkor abban voltak, hogy ez dönti el a bajnokságot, és akkor remegtek a kezek, remegtek a lábak. Jó csapat volt a Volán is, úgyhogy pont úgy kaptunk ki, hogy sikerült másodikoknak lenni, de akkor ezért a gesztusért, hogy én a két pont biztos tudatában még lejátszottam a meccset, ezért kaptam egy Kamuti Jenő által aláírt fair play diplomát, így kell fogalmazni. Ahogy készültünk az adásra, és keresgettünk interjúkat, cikkeket veled, mindenhol általában vagy a Kásis, vagy a női jégkoronggal kapcsolatos cikkeket találtunk. Ugye a játékos pályafutásodról nem nagyon ez azért van, mert ennyire őskor, vagy akkor még nem készültek veletek interjúk, meg ilyesmik, vagy van valami hiányérzeted esetleg így a játékos pályafutással kapcsolatban? Nem, hát én nem tartom ezt olyan jelentősnek, ezt az egész dolgot. Tehát sose gyűjtöttem, nem is tudom, hol vannak az érmek. Tehát ez én akkor az jó volt, megnyertük, vagy nem nyertük meg. Engem nem, tehát nincs vitrín otthon, vagy ilyen személyi kultusz, hogy akkor most a feleségemnek minden nap le kell porolni az összes ilyen érmeket, meg mit tudom, én nem. Úgyhogy nem. De akkor azért a népsportnak a belső hátsó oldalán voltak a hókisítek, tehát. Itt az oldalán egy ilyen szalacsikben. Ha már összeállítást leírták, akkor az már nagy dolog volt, de általában rosszul írták le. Tehát és hogyha vastag betű el volt szedve a neved, akkor a jók közé jó tartoztál. Az a jó játék. Igen, hát az már szinte egy volt. Igen. Úgyhogy, de volt, aki, szegény apukám volt, aki, ő gyűjtötte ezeket a relikviákat. Szerencsére, mert mondom én semmit se. És akkor ő volt, hogy így kivágta és átragasztotta a neveket, hogy akkor én vittem, nem a Kovács Anti, vagy nem tudom, tehát így, na mindegy. Szóval az akkor nem volt a internet még, nem tudjátok, tehát úgyhogy más világ volt. Egy picit éles váltás, hogy jött a női jégkorong? Hosszú adás lesz. Hát a női korong az úgy jött, hogy, és akkor majd én talán majd egyszer körbeér ez a dolog, hogy Újpesten voltam edző, és ott én a KSI-ből elvittem, amikor megszűnt a KSI, az egész csapatomat, tehát kb. 21 gyereket, melyük velem akartak jönni. Én nem akartam máshova menni, hát Fradiba nem mehettem, mert ott oda nem mehettem, most ezt nem akarom kibontani nagyon, mert akkor tényleg itt ülünk reggelig. És akkor elmentünk Újpestre a gyerekekkel, és akkor ott azért lett egy-két ügyes, ti azt már akkor már láttátok ezeket szerintem,
Ki volt? Volt, aki a legügyesebb volt, de nem lett belőle igazi jégkorongozó. De hát a Horváth András, ugye a Molnár Dávid, később a Fradiba, ők ennek a csapatnak a tagjai volt, vagy a Tolnai Attila. Most majd lesz Bernei kapus. Úgyhogy meg is nyertük a bajnokságot. Nem mondom meg, hogy ki előtt, de a Dunói város előtt nyertünk. Ami nem volt egyszerű, mert sokkal jobb csapat volt, csak valahogy akkor ilyen playoff rendszer volt, és valahogy mentálisan az én gyerekeim. Ugye nem volt veszteni valójuk, mert egész szezonban kikaptunk, meg mindenki kikapott a Dunajváros ilyen 60-akat lőtt csapatoknak. De most ilyen 88-90 között vagyunk? Kb. Igen. Igen. Hát csodás csapata volt az Árpinak, és mondom, mindenkit rommá vertek. Minket is simán a bajnokságban rommá vertek, mint a 10-3, vagy nem tudom, ilyesmi. És akkor a döntővel viszont sikerült bestresszelni magukat, és akkor megnyertük a bajnokságot. Tehát két, azt hiszem ott is nyertünk, meg Pesten is. Na mindegy, az a lényeg, hogy ez az volt az Újpest, és akkor én ott voltam 5 évig, de aztán végül ott voltak dolgok Újpesten akkor. Tehát volt, hogy ígértek valamit, egész évben köszörültem a felnőtt csapatnak, mert azt is tudtam, akkor még fiatalon. És akkor mikor mondták, hogy jó, majd egyben a végén kifizetik. Na hát, nem tudom, hogy megfizettek valamit, de kiderült, hogy az a szponzor, aki vállalta, ezt az pont megszűnt. Úgyhogy nem is a pénz miatt, hanem úgy egyáltalán, tehát úgy egyre romlott ott a légkör, meg nem tudom, tehát így valahogy nem tudom, valahogy úgy éreztem, hogy mikor ültem be a Zsigulimba, ami akkor már nem volt a kor csúcsa, és az ajtója se volt egyszínű a kocsival, tehát úgy éreztem, hogy talán nem becsülnek meg annyira, vagy én nem tudom. És akkor elmentem tulajdonképpen a maszek világba, csináltunk egy gyógynövényüzletet, és akkor én kiszálltam a hokiból. De mondom, nagyon, nagyon már nem volt a végén kedvem. Tehát az az érzés, amikor ülsz be a kocsiba, és már nincs kedved, mert elindult. És na mindegy, és akkor lett ez a gyógynövény volt, meg később ilyen nagy kereskedés, és akkor én abból vidáman eléltem. Viszont a lányok meg az utolsó edzéseken volt ilyen tanfolyam, ahol a kis fiúkat toboroztuk, de megkértek ott, akinek tesója volt, lány tesója, és már hokizott, hogy ők is lejöjjenek. Persze, gyertek, hát meg is elfértek. És akkor ők is ott jöttek, meg jöttek még kislányok, de úgy képzeld el, hogy ezek ilyen 14-16 éves lányok voltak. És akkor volt edzés végén a fiúknak játék mindig, és akkor kérdeztem a lányokat, azok, hogy külön voltak, persze ilyen nemi megkülönböztetés volt, akkor még lehetett, ez fiú, az meg lány, akkor ez még így elfogadták. És akkor kérdeztem a lányokat, hogy na lányok, és akkor ti játszanátok ilyen vizét, vagy legközelebbi alkalommal hozzatok egy babát, és akkor azt az utolsó negyed órát, ami a játék, azt ott elbabázzátok a sarokban. És hát ez aztán... Ez olaj volt a tűzre. Igen, de mi hokizni akarunk. Hát mondom, jó van, de hát most a lány hoki, most nem is volt még ilyen, tehát... És akkor az lett, hogy a szezon végén én már nem voltam fiú edző, és akkor, hogy de csináljunk női csapatot. De mondom, de minek, kiér? De persze nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel az egésszel, amikor ilyen repkedő szempillával néznek rád mondjuk 10 helyes lány, hogy de hát akkor csináljunk. És akkor csináltunk egyet. Elmentünk a feleségemnek, Újpesten volt a Marilyn szépségstúdiója, és akkor oda bementünk, és akkor ez egyben a névadó keresztanyja is lett a Marilyn ennek a csapatnak, és akkor ilyen
nem is tudom, hogy hol kezdtük, a BS-be. Uh-huh. Akkor kiderült, hogy van női hoki, akkor én ezt így bejelentettem, meg ugye hivatalosan megalakult az egyesület, felvett a szövetség a tagjai sorába, és akkor egyedüliként a Marilyn volt egy darabig. Csak hát ez is úgy van, hogy ahol van mondjuk 25 lány, ott megkérdezték, akkor volt ilyen interjú, hogy hát hogy egyedül van, akkor mi lesz? Hát mondom, figyelj, hát az lesz, hogy fél év múlva itt már két csapat lesz, mert biztos, hogy összevesznek. Na hát, jó-jósan. Mondom, volt ott egy kis rásegítés, tehát volt egy edző kollega, aki elvitte ezt a 25-öt, vagy a 25-ből a 15-öt. Szerencsére nem a jobbik 15 ment el, hanem a kevésbé jók. Úgyhogy így lett akkor utána két csapat, és akkor elindult ez a dolog. De hát elég mosta a körülmények között. Tehát ott félpályán edzettünk a BS-ben mondjuk heti egyszer. Tehát abból azért kiugró nemzetközi eredmény nem lehetett elérni. Meg hát ezek a lányok 16-18 évesek voltak. Tehát ma odamész egy 8 éves gyerekkel, akkor elzavarnak, hogy hát ez már öreg. Na ez volt a női hoki, aztán később ugye azért már lett nemzetközi kapcsolat is, meg tulajdonképpen egyszer volt, hogy nyertünk azt hiszem egy bronzérmet Mariborban, nem az A, hanem a B csoportban, de hát az is nagy dolog volt, tehát ilyen körülmények között. Tehát, ugye, mi még voltunk ilyen edzésen is, bocsánat, úgyhogy szerintem mi ott találkoztunk, vagy láttuk, hogy új, ott az edzőbe, a Balog Tibi, ő volt a Balog Tibi, mert így névről ismertünk, és hát mi mondjuk ismerkedési céllal mentünk oda a csajokhoz, mert találkoztunk, és szerintem ilyen 92 és 96 között vagyunk most. Tehát amikor ez a BS alja... 92-ben alakult a Marilyn, igen. Tehát és 95-ben égett le a BS, vagy valahogy így. Akkor ez 94-es, az, amit valahogy oda tudom így időbe elhelyezni, mert mondom, még ilyen edzést is néztünk, hát lementünk oda. A saját, de meg aztán lementünk hétvégén, ugye ott volt jégdiszkó. Oda is lementünk. Majd ott találkozunk. Igen. Igen, meg aztán amikor leégett, utána talán még egy évig ott edzettetek. Igen. Olyan jó. Illetve le nem mondott. Füstölt hús szag volt az egész élet. Pedig azt szerettünk. De igen, ez érdekes, ez a női hőskor. De ez is jó. Igen. Mennyire volt nehéz meghonosítani, tehát mennyire volt nehéz elfogadtatni, hogy van, átvinni, a szövetségbe elfogadtatni, hogy bejegyezzenek, hogy elfogadják, hogy vagytok, léteztek, komolyan vegyenek? Hát nem vettek komolyan. A közröhely tárgya voltam, ne viccelj. Annyi volt, hogy egy csomó edző jelentkezett, hogy ő gyúrna, vagy nem tudom én, mit csinál. De. No. Megmondok, nem mondok neveket, de volt egy elnök akkoriban, azt hiszem, hogy Torna, vagy nem tudom mi a keresztneve most, és majd rájöttük, hogy ki az, és akkor ültünk egy ilyen közgyűlésen, és akkor utána én oda mentem, hogy hát nem lehetne valami kis támogatást kapni erre az izére, és akkor ő meg is szavazott egy nem túl jelentős összeget erre, hogy kap. Mert sem ezünk nem volt semmi, tehát ez tök amatőr volt, mindenki megvette a leselejtezett ukrán felszereléseket ott a kézen közön, és akkor mondott egy nem túl nagy összeget, hogy neki csak azért megéri, mert hogyha azt a X, miért mondjuk, Mari tököllőik, akkor majd ő ott fog röhögni, hogy ott fetreng a jége. Tehát így sikerült kiharcolni a támogatást, hogy végül is ez egy ilyen kuriózum volt, hogy ha Marit tököllőik. Hát ahhoz képest azért komoly fejlődés lett belőle. Igen. Például a csapattagja volt, ugye biztos tudjátok, a Kolbeheyer Zsuzsi is, aki most azért elég szép
eredményeket ért el, mint játékos is egyébként, de mint ugye vezető, meg IHF elnökségi tag, hát azért egy komoly. De hát mondjuk nem csoda, mert ő aztán tényleg a helyén van, tehát ő mindig is ilyen volt, tehát egy szorgalmas, intelligens, jó megjelenésű, elkötelezett, tehát ő az álomjátékos volt egyébként. Tehát. Az a baj, hogy mondjuk úgy, hogy hivatalosan a következő kérdésünk az lett volna, hogy mesélj egy kicsit a kulisszákról, de folyamatosan arról beszélünk, a háttérről, meg arról, hogy hogyan inkább úgy kérdezném, hogy hogyan tudtátok ezt egyáltalán életben tartani? Tehát mi volt az a motiváció, ami miatt ez életben maradt, aminek aztán később majd még arra rátérünk, hogy milyen eredményei lettek? Most ez a női hókira Hát egyrészt volt egy rivalizálás, ugye, mert az ős bűnnel kezdődött, hogy szétvált a két, egy csapat ketté, akkor ugye volt egy rivalizálás. A lányok érdekes módon eléggé szerettek hokizni. Én szerettem edző lenni, hittem abba, hogy lehetnek jobbak, nem lettek, de mindegy, de azért jobbak. A nulláról azért mindig van hova fejlődni. Tehát jobbak is lettek, és akkor ez így jó volt. És a támogatás meg, hát ugye akkor még nem volt TAO, tehát nem volt ilyen Kánaán, de hát ők is vállaltak tagdíjat, meg egyebeket, de az nem volt nagyon szigorú, tehát hogyha véletlenül valaki nem tudta kifizetni, akkor volt, hogy én segítettem ebbe. Tehát. Úgyhogy nem volt könnyű, de kalandos volt, és jó hangulat volt. Tehát én nagyon szerettem azokat a lányokat, meg a csapatnak a szellemét is. Tehát, mert aztán kezdtek el jönni mindenféle emberek oda a csapatba. Mondjuk ott Újpesten a Keszthelyi Mikitől jöttek át ilyen kicsi gyerekek, és akkor a mi nagyobb lányaink, mint a tyúkanyók, azok ott nem elutálták őket, hanem tényleg szeretgették, meg tanították, meg mit tudom én a maguk módján, úgyhogy nagyon jó csapat volt. Dacára annak, hogy mondom, voltak ilyen éles korlátok, hogy volt, aki, nem tudom, 26 éves volt, aki meg 10. És akkor ebből összejött. De hát ott már azért a Miki komoly minőséget adtak oda nekem, a Marilynbe, a kis Andi, vagy a Huszák Alexandra, vagy a Mengyesi Dorci, vagy pintérlányok, hát akik elindították tulajdonképpen azt a folyamatot, ahova most az A csoportba kerülés volt. Tehát ők voltak azok a nagy minőségi különbség, akik ugye évek alatt, ugye évről évre kerültek mindig följebb. Tehát ott azért azok ügyesek voltak azok a lányok. Somogyi Vivi, tehát egész sokáig ugye ők kitartottak, mert olyan fiatalon kezdték el, hogy ők aztán tényleg most kezdik el befejezgetni a pályafutásokat. De most már van új, más. Azért nagy dolog, hogy onnan eljutottunk oda, hogy most Fanni a női NHL-ben játszik, és nem is akárhogy. A Fanni nem volt Marilynes, úgyhogy, de mindig is ügyes. Női jégkorongra értettem. És volt, de hát ő is abból, ő a Starsba volt. Most mondhatunk bármilyen neveket, de ő onnan került ki a Gyimának a keze alól, és akkor ezt a vonalat ne is folytassuk tovább. De mondom, ő nagyon, nagyon ügyes volt. Már akkor is. Beszéltünk itt erről az Újpest-Fradinak nevezhető rivalizálásról, a Marilyn Amazonok közötti rivalizálásról, de ezt
Én olvastam egy cikket, ami talán napra pontosan egy évvel ezelőtt jelent meg, ahol téged és Kisandit is megszólították, és talán Marton Tibit is, és arról beszéltek, hogy ugye kialakult ez a rivalizálás, de ennek a rivalizálásnak az alapja az volt, amit te említettél is, ez a csajok közötti viszály, aminek az eredménye az lett, hogy ketté vált a csapat. Ezt lehet edzőként kezelni, ezt a rivalizálást? A csajok között? Na, hogy a másik csapat ellen? Akár vagy... a másik csapat ellen, akár az öltözön belül. Vagy ezt megoldják ők egymás között? Hát figyelj, most ez egy sötét folt nálam, mert tudod, a női lélek. Tehát én nem vagyok tudója. Tehát ugye én nem mehetem be a öltözőbe. Ugye? Uh-huh. Mert az büntetik, vagy nem tudom. Persze. Tehát eleve, ugye én tartottam a távolságot, tehát valakinek megsérült a térde, én nem mertem oda menni megfogni a térdét, hogy hol van az a izé. De mondja, csak nézd! Mondom, de nem nézel már. Na mindegy, szóval, úgyhogy én nem is voltam tisztában ezzel. Ott valamilyen úton, módon olyan, a Marilynben legalábbis olyan társaság jött össze, hogy ha nem is szerette mindenki a másikat, de jó hangulat volt. Tehát a csapatkapitányok, a kapusunk, a mindenkori kapusaink, mondjuk mindegyik bolond volt. Na jó, ezt vágjátok ki, mert én ez szakma, ezt mindenki tudja. De mondjuk a Kökényesi Eszter, tehát ő egy ilyen kovásza volt az egésznek. Tehát ő mindenkivel jobban volt, mindenki szerette, és nagyon jó volt oda menni. Tehát a lényeg. De az, hogy ők... Kimaradtam, bocsánat a kérdésem, mert annyira vigyeltünk, ugye a másik csapatról említettük, hogy lett egy másik csapat. Ő a Szilasi Béla bácsi féle másik csapat? Igen. Hát aztán utána lett több is, mert volt a Fehérvár, Dunaújváros, volt a... azt nem tudom, de a Palotás... Akkor ebből ne kérdezzek rá, hogy ott az egy komoly rivalizálás, vagy azért jó a kapcsolat? A Szilasi meg közöttem? Igen. Igazából jó, mert most már beszélünk is, tehát. De akkor az a lényeg, hogy ez akkoriban ez komoly... Nem volt. Hát nem jártunk össze. Aha. Úgyhogy. De hát aztán ugye még azért egy embert meg kell említenem, sokat kihagyok biztos, de hát például a Jécsi Gyuszi, ő is vitt egy lánycsapatot, és ott nagyon jó munkát végezett. Tehát a két kapus, vagy a ikrek, hogy hívják a kapust? Mindegy. Uh-huh. Tudom. Eszükbe fog jutni? Anikó. Német. Német Anikó, meg a német... A Berni. Berni. Igen. Kaptunk egy üzenetet, így van, Német Anikó és Német Bernadett. Elségem írta meg. Pontot szereztünk. És tehát őt a Gyuszi csinálta, meg az talán a Kis Simont is, nem tudom. Tehát ott azért az ő keze is benne volt ezekben a sikerekben erősen, de hát ugye mindenki jött, kifelejti. De jó csinálta, nemes ellenfél volt. Tehát vele viszont röhögtünk a meccseken, úgyhogy más világ. Nekem még egy kérdésem volna, így a női jégkorongot nem lezárva, csak még nekem ez egy ilyen picit furcsa volt. Marton Tibi és közted. Egyáltalán Marton Tibi hogy került a képbe, és hogy Marton Tibi és közted milyen a viszony? Mert ugye nagyon sokáig dolgoztatok úgymond egy hajóban, aztán ő váltott téged a szövetségi kapitányi pozícióban.
Hajóbról én nem tudok. Nem, a Marton Tibi nekem játékosom volt. Uh-huh. Újpesten. Tehát ő újpesti volt, született újpesti. Ugye én vittem ezt a Gyütment brigádot a KSI-ből, de aztán a kisebbekkel is foglalkoztam, és a Marton Tibi ott volt. És nekem játékosom volt, sőt a Buci is, a Búzás. Uh-huh. És mi nem dolgoztunk együtt, én felelősségem teljes tudatában én lemondtam a szövetségi kapitányi tisztségről. Uh-huh. Azt most ne kérdezz, hogy miért, de, de nekem azt hiszem, hogy elég volt annyi év. Hát most nem volt közvetlen kiváltó oka ennek, uh-huh. csak most lehet, hogy az üzlet miatt, lehet, nem tudom, de valahogy úgy elfogyott a lendületem kicsit. Ami érthető is néha így a lányokkal való együttműködésben, hogy nem minden sikerült úgy. Főleg ugye válogatottat, ugye még nehezebb volt összetartani, úgyhogy és akkor jöttek a, nem is tudom, hogy ki jött utána. Tibi jött utána közvetlenül, nem tudom. Hát talán Tibi utána meg a Finn Rolbás. Ki? A Tibi helyére. Ja. Hát nem tudom, fél évig volt a szövetségi kapitány, vagy valahogy így. De én a Tibivel jóba voltam mindig. Tehát uh-huh. közöttünk nem volt semmiféle se rivalizálás, semmi, mert én önként távoztam. Uh-huh. Ő lett, de emlékszem, mert a Tibi egyébként egy jó humorú ember, és sokszor ő röhögött rajtam talán a legjobban a női hoki miatt, amikor így beszélgettünk. És aztán én is ugye bajuszom alatt ugye egy kicsit elmosolyogtam, amikor ő vállalt ezt a női kapitányságot. Na mindegy, de nem, semmi. Konfliktusunk nem volt mai napon. Ja nem is úgy kérdeztem, hogy sikerült elrendezni a konfliktust, csak hogy kíváncsi voltam, hogy ti milyen viszonyban vagytok. Jó. Elvtárs és baráti. Elvtárs és baráti. Nem, tényleg jó. Jóban volt mindig is, tehát semmiféle gond nem volt. Van még egy kérdésünk így a női jégkorongra, meg több is van, de szerintem ezzel le is zárhatnánk. Szerinted most már egy picit kívülállóként, de mégis egy picit a női jégkorong édesapjaként, a magyar női jégkorong édesapjaként, hogyan látod most a női jégkorongot? Van tovább, vagy erőn felül teljesítünk most női jégkorongban, vagy mit várhatunk a következő években a női jégkorongtól? Visszatérve az előzőre, én emlékszem, hogy a Marton Tibinek én még küldtem SMS-eket a VB-k alatt, hogy drukkolok meg. Tehát, uh-huh. tehát ennyire nem, az nem volt kötelező. Hát nem tudom, a női hoki... Én szerintem jó kezekben van. Uh-huh. Tehát most néztem ezt a 18-as lányokat, kicsit először szomorkodtam, aztán nagyon összeszedték magukat, tehát ott van hogy hívják, azt a 11-est, mindegy, meg a Hazel, ők ketten uh-huh. azért nagyon ügyesek, tehát szerintem ők Bahicki, aki a hátvéd, van még egy neved, az nem jut eszembe. Tehát ő szerintem ő benne lesz a felnőttbe is, meg talán ez a Hizl is a 18-asok közül, de lehet, hogy még többen. Nekem a Polony is tetszett, tehát én néztem, végig drukkoltam. Uh-huh. Nagyon néztem a franciák ellen, valami hihetetlenül jó játszott. Nem jó játszottak, hanem győzni akartak, és győztek. Tehát, de amúgy össze is állt a végére. Szerintem ez a Delaney Collins, ez egy ügyes nő. Uh-huh. Ő volt kint mentor edzőként, és úgy látszott is a kezenyoma. Kapusok is jól védtek.
Úgyhogy nekem tetszett. És tehát így van utánpótlás. Tehát nem kell mindig az egész csapatot lecserélni. Ugye elég jó az a női válogatott, ami van. És ugye ott van a Cortina mellettük, ha minden igaz, ha tud jönni. Tehát én ezt csodának tartom, azt az embert, tehát amit a fiúkkal is elvégzett, de az még hagyján, mert én tudom, hogy mennyivel nagyobb munka ezt a lányokkal megcsinálni, tehát ez valami hihetetlen. És volt, hogy egyszer-kétszer így beszélgettem vele, mondjuk ő nem tud olyan jól magyarul, én meg nem tudok olyan jól angolul, de azért megértettük egymást. Szóval ő egy nagyon intelligens, szenzitív valaki, vagy nem tudom, mit jelent a szenzitív, de tehát, hogy nem. De az. És jó, jó, jó csinálja. Tehát ő ugye a hokinak a Marco Rossia, vagy a Marco Rossia focinak a Cortinája. Amihez hozzányúl, az minden sikerül. Hát közben megnéztem egyébként, bocsánat, tehát Báhicki Tóth Boglárkának hívják a hölgyet. Igen. És Polonyi Petra, akit még említettél. Megvan a Hazel, csak nem tudom kimondani a nevét. Én vele beszélgettem is még egy fél éve ott a Mátyásföldi csarnokban, és biztattam már. Lehet, Hazel. Hazel, nem tudom. Réka Effi. Igen, de... Igazán. De mondom, az egész csapat nagyon jó volt, tehát nem akarok kihagyni ebből senki, csak ők feltűnően egymást is meg tudták találni, és úgy az egész nagyon jó volt. A végén, főleg a franciákkal. Hát térjünk a KSI-re. Térjünk. Hajrá KSI. Hajrá KSI. Ugye úgy kezdtük, hogy a neved összefort a KSI-vel. Kezdjük a KSI elején, és egy picit ugorjunk vissza az időben. Egyáltalán hogy jött, nem is az elején, bocsánat. Tehát hogy jött az ötlet, hogy ugye említetted, hogy jött a felsőbb utasítás, hogy a csapatsportokat kiveszik a KSI égisze alól. Hogy jött az ötlet, hogy a KSI jégkorongot újraélesszétek? Hát úgy jött az ötlet, hogy jött a TAO. És akkor... Tulajdonképpen én ezt a feladatot kaptam a szövetségtől, mert addig ott dolgoztam, mint utánpótlás igazgató féle, tehát akkor még másképp voltak a dolgok, de hát meg a szakmai bizottságban benne voltam, és akkor a két kovács volt, meg én, aki tulajdonképpen ezt szerettük volna, és akkor ez meg is valósult. Most, hogy nem abban a formában, ahogy szerettük volna, az egy megint egy másik kérdés, de mert hát nem az lett volna tulajdonképpen ennek a KSI-nek a feladata, hogy valami közepesen rossz utánpótlás képző legyen, hanem ugye igazán jó, de aztán ott a szövetségbe elvesztettük a támogatást. Tehát nem tudom, hogy tudod-e, hogy milyen az, amikor a múlt héten még kaptál levelet aztán, vagy e-mailt, és aztán már nem. Tehát ez így történt. Még ez a nagy lendülete indult, én emlékszem, hogy a Facebook felületen mindenhol hirdettétek, játékos toborzás, amikor elindult a klub újra. Tényleg úgy nézett ki, hogy lesz valami. Hát meg is volt, tehát ehhez nem kaptunk semmiféle infrastruktúrát, tehát se arról, hogy jégidőnk legyen, se egyebek, semmi. Tehát itt akkor ott volt egy konfliktus, csak hogy tudjátok, hogy nem a kovácsokkal volt a baj, hanem akkor az elnök úr, a közgép elnök úr, a Németh Miklós elnök úr volt, aki nagyon kiborult ezen, hogy lett ez a KSI. Gyakorlatilag úgy fogalmazott, hogy én miért nem mentem Kaposvárra, hogy fölösleges még egy klubot csinálni, és akkor így tulajdonképpen így hanvába is volt az egész. Bocsánat, itt közbevetnék egy kérdést, hogy ebben a pillanatban jutott eszembe. Rengeteg budapesti klub van. Kell ennyi? Vagy ez tényleg csak a TAO-ról szól? Hát beszéljünk a TAO-ról.
Ne. Mert nekem a... De. Tehát, hogy mi az értelme? Tehát tegnap egy komoly szakértővel beszélgettem erről, a feleségemmel. Mondjuk, ő többször volt válogatott, mint én, de mindegy. Hogy most a TAO-nak az a célja, hogy az élsportot, a válogatottat, az utánpótlást, azokat célozza meg, vagy sportoljon a gyerek. Hát őszintén szóval nekem volt olyan gyerekem a KSI-ben, aki gyakorlatilag ilyen egyensúlyzavaros volt, és nem rúgtam ki. Mert azt mondtam, hogy jobb, mint egy gyógytorna. Tehát ha állni a lábán korcsolyával, akkor az életbe is meg tud jobban állni. Na most, hogy ez kinek szól? És akkor itt megint ezen el lehet filozofálni, hogy most ez arra van, hogy a gyerek egészséges legyen, hogy megtanulja a csapatba az elhelyezkedését, tehát azokat a divatos szóval skilleket, ami egy csapaton belül kell, de nem a teljesítmény a lényeg, hogy azt kiverjük belőle, hanem legyen egy jó közösség, járjon el. Igen. És a másik pedig az, hogy hogyha bent tartjuk a közösségbe aki elesik, mert egyensúlyzavaros a csapatba, hát akkor hogy lesz ebből munka? Hát hogy lesz ebből minőség? Tehát most itt mondtad sok a csapat, hát ez a mennyiség. Most azt gondolta mindenki, hogy ugye a mennyiség majd át fog váltani minőségbe. Uh-huh. Ez nagyon nehezen megy, mert egyrészt most nem akarom bántani a gyerekeket, de hát ettől a sok kütyütől némelyik figyelemzavaros. Nem csak egyensúly, figyelemzavarosak. Nem igazán jó minőség jön. Na most, ha viszont meg akarod kapni a TAO támogatásokat, akkor viszont neked létszámodnak kell lenni. Tehát majd hülye leszek én elküldeni azt, aki nem tud edzésre járni csak egy héten kétszer, mert furulja órára jár, meg balettre, meg angol. Mert többet nem is sorolok föl. És akkor itt megvan az ellentmondás, ugye, hogy egyrészt a támogatást szinte nem nincs kimondva, de szinte főre kapod meg. És ugye az eredmény nem nagyon számít, vagy eddig ez nem. Tehát nem úgy lett kitalálva a rendszer, hanem így lett kitalálva. Nekem volt olyan szülő, aki kérdezte, hogy mikor lesznek az edzések, mert ő egy héten kétszer tud, és amikor átraktuk az ő gyereke edzését, mert úgy jött ki a lépés, hogy átraktuk az edzését szerdára csütörtökre, akkor kész, akkor meg volt halva, mert hát csütörtökön izé van angol. Uh-huh. És akkor itt megint az van, hogy ugye alacsonyra tettük a lécet, viszonylag nem magasak, most már magasabbak a tagdíjak, mert most az angolra befizeti a angol tanárnak a egy hónapban, mit tudom én, nem tudom mennyi pénzt, akkor de el fog menni mindig, mert a szülő elzavarja. Most az edzés, akkor most ma nem menjünk, mert sok tanulnivalód van, és akkor ezek így hozzák magukkal a bajt. És akkor igazán minőségi munka akkor lehet, hogyha ott van mindig az edzéseken mindenki, ha ott elvárhatunk tőle valami teljesítményt. De hát most nem, most valahogy én már úgy éreztem az utolsó időkben, hogy olyanok vagyunk, mint a taxis. Tehát, hogy a gyereket elhozzák, edz egy órát, utána a szülő lerántja róla a cuccot, megtűrili a fejét egy kis tűrőközővel, aztán viszontlátásra. Tehát így ennél nem is igényelnek többet. Tehát szavaiból arra következtetek, hogy jó dolog a TAO, csak hogy nem, még mindig nem jól használjuk, hogy nincs mögötte egy követelményrendszer, nincs eldöntve, hogy mire akarjuk használni, csak elhasználjuk, mert van, és ha nem használjuk el, akkor ott marad, és az nem áll. Igen. Hát most mondok nektek egy példát.
ne nevesítsük a helyet, de egy kicsi hely, kicsi pályával, de a tulajdonos apukának a műkörmös lánya edzősködik, és föl tudnak venni 20 gyereket, azok után nekik, ha a versenyrendszerben benne vannak, jár támogatás. Mm. Akkor tulajdonképpen az, amit mi így full laikusként, és tényleg a háttérsztorikat nem ismerve érzünk és mondunk hétről hétre a kislesben, a egymás közötti beszélgetésben, akkor nem járunk messze az igazságtól, hogy a TAO egyébként egy tök jó dolog, csak van, aki pénzre használja, és nem akár a tömegsportra, vagy akár a fejlődésre? Hát ezt nem tudjuk, hogy mennyire jó az, hogy jó az a megközelítés, hogy csak e-sportra lehet használni. Tehát megépültek a pályák, vannak klubok, ez nagyon jó, ez egy pozitív dolog. Csak valahogy mégis én azért azt szeretném, hogyha, mert én még ilyen sportolós fajta vagyok, hogyha a küzdelemben mi győznénk. Mm. És hát nagyon, nagyon, nagyon nehéz. Tehát, ugye elvárják azt, hogy minden gyerek játszon a meccsen, ami tényleg az is nagyon fontos, de hát valahol azért az is nagyon fontos, hogy az utolsó percekben mi lőjük a gólt. Tehát akik csak úgy utaznak velünk a buszon, azok nem kaphatnak annyi játék lehetőséget, mint gólokat lövik. Tehát, és ez egy nehéz probléma. Tehát én ezt nem is tudtam megfejteni, úgy Isten igazából. Mi azt próbáltuk a KSI-ben, az nyilvánvaló volt, hogy csapatszinten nem tudunk kiemelkedőt nyújtani, mert abban a pillanatban, hogy próbálkozunk a csapatszinten, az nem megy, viszont próbáltuk egyénileg menedzselni a gyerekeket. Tehát volt olyan, hogy idejött a Kanadából, állítólag a Crosbynak is volt edzője, kori edzője, idejött, és akkor a legügyesebb 10 gyereket befizettük. A KS is beszállt, meg a szülők is egy kicsivel, mert nem volt olcsó a dolog, egy 5 napos tábor. Nagyon jól sikerült, és a következő évben abból azt hiszem egy gyerek volt még a legkisebb, aki KS is volt. A többiek mind elmentek. Mert viszont a jobb helyzetben levő klubok meg elviszik. És akkor mit mondasz erre, hogy maradj itt nálunk, jó lesz itt, vagy örülsz annak, hogy elvitték, tehát. Hát ez nézőpont kérdése. Hadd ugorjak egy nagyot. Na. Időben, térben és témában. Nagyjából 1,5 évvel ezelőtt találkoztunk mi személyesen egy tüskecsarnokbeli mérkőzésen, és én kértem el a te telefonszámodat, hogy meghívhassunk egy ilyen kétvonalas les beszélgetésre, és ez a mi hibánk, hogy igazából ennek a beszélgetésnek csak most jött el a lehetősége, mert nem kerestünk. Viszont mi beszéltünk az év elején, aztán a héten megjelent a posztod, a Facebookon egy posztod, a Magyar Jégkorong Hírességek csarnokával kapcsolatban. Aminek te tagja vagy voltál, vagy erről beszéljen egy szíves egy picit, hogy ez hogy kell ezt értenünk, ami most helyzet, azt a helyzetet, ami most van. Na, hát ott beszéltünk egy ilyen 1,5 órával ezelőtt, hogy ugye mi történt Újpesten, hogy azért szálltam ki, mert amikor a kocsiba beültem, már akkor nem volt kedvem. Uh-huh. És tulajdonképpen bennem a Bartalis Istinek ez a nyilatkozata pendítette meg ezt a húrt a lelkembe, tudod? Mert uh-huh. ő nem tudom szó szerint idézni, de hát végül is ez volt, hogy ő nem megy olyan helyre,
ahol nem érzi jól magát, vagy nem szívesen megy oda. Uh-huh. És mondom, de hát akkor most mégis most mi van? Hát most egyik meghatározó játékos, és akkor így nyilatkozik. De meg tudtam érteni. Tehát annó, amikor én is ugye hasonló cipőben voltam, hogy hát az nem jó dolog. Tehát, hogyha úgy mész oda, veszem, ő a teljesítményt is belevette ebbe, hogy nem tud olyan teljesítményt nyújtani egy olyan helyen, ahol nem szívesen menne. Mm-hmm. És akkor ez így mondom, így a lelkembe berezdült, és akkor de valamit kéne tenni ezért, hogy lehetne hatékonyabban elkölteni például ezeket a taos pénzeket, vagy valahol kibeszélni ezeket a problémákat, hogy mi is az irány, mert van valami lei stratégia, de mi tulajdonképpen az irány? Tehát, hogy lehetne jobbá tenni ezt a dolgot? Mert ugye eltett 10 év, kicsit hullámzó volt a teljesítmény, de gyakorlatilag oda jutottunk, mint a TAO bevezetésekor, vagy a... De volt az a szapporói hőstett. Uh-huh. És most hol vagyunk? Tehát most... De beszéltem én a főtitkár úrral is erről, próbáltunk így eszmét cserélni, és azt nem mondom, hogy egyetértett velem, mert hát neki is megvannak a keretei, hogy miket tud csinálni. Tehát mondjuk uh-huh. nem lőhette be a VB-n azt a büntetőt, bármennyire is szerette volna, de hát egy csomó dologba talán össze kéne valahogy dugni a fejét mindenkinek, hogy hogyan lehetne ezt a TAO dolgot is hatásosabbá tenni, hogyan lehetne az akadémiákat, mert ez az akadémia rendszer is úgy rászakadt a hokira. Tehát nem, de az lenne az igazán jó, hogyha ez úgy organikusan fejlődött volna, és lett volna az akadémia. De hát így rámutattak egy városra, és akkor ott az akadémia. Uh-huh. Azok kedvéért, akik nincsenek képben, azt mondjuk el, hogy te, nem tudom, hogy ilyet lehet-e, de hogy hivatalosan visszaadtad ezt a címet, hogy te a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnokának tagja vagy, mondván, hogy ebben a jelenlegi helyzetben te ennek nem kívánsz tagja lenni. Ugye? Hát ezzel a lépésre próbálom felhívni, vagy próbáltam felhívni a figyelmet, hogy valamit tenni kéne, mert lehet, hogy az utolsó pillanatokban vagyunk, mert ad abszurdum előfordulhat az is, hogy a világbajnokságon egy rossz szereplés, vagy bármi, ugye a szövetségkapitány kérdése megoldódott, de hogy lesz ez a jövőben, tehát nem tudom. Tehát, hogy, na ezt hogy fogom kivágni. Sikerül-e megtartani ezeket a játékosokat? Tehát, de hát itt is rengeteg probléma van, tehát a főtitkár úr is elmondta, hogy van biztosítás, anyagi feltételek, vagy mit tudom én, de hát ezeknek valahogy össze kéne fésülődni, és akkor ebből a 10 milliárdokból valaminek ki kéne jönni. Tehát én csak azt látom, hogy van egy parkolóautomatát, beledobod a pénzt, és nem jön ki a cédula. Tehát itt is tulajdonképpen én a cédulát várnám. Én nem tudom megjavítani az automatát, tehát föl tudok hívni valakit, hogy hát ez nem működik. Nem? Nem. Hát én ezért gondoltam, hogy legyen egy kis figyelem, hogy tényleg fogjunk össze, vagy csináljunk valamit. Nézzük meg, hogy hol van a baj. Tehát abban a gépben hol van? Most jó, bedobtam, és nem esett le, nem jó a pénz. Mi van? Tehát az sem megoldás, hogy még beledobok 8-at. Na, akkor se fog kijönni. Tehát valahol a rendszerbe valamit meg kéne szerelni. Előbb említetted ezt a büntetőt, hogy a főtitkár nem tudja belőni. Nem. És én nagyon sajnáltam a srácokat, hogy ugye kiestek az átcsoportból, mert ők megérdemelték volna, de viszont annak meg örülök, hogy,
hogy az így elfette volna így a problémákat szerintem, mert akkor mondhatjuk, hogy hát bent maradtunk az átcsoportban, tényleg jó irányba megy a hoki. Holott a magyar hoki nem megy jó irányba, az a 25 srác erőn felül teljesített. Uh-huh. És én egyébként ezt érzem kb. Szaporó óta, meg akkor is. Tehát, hogy az a 25 srác is, vagy 30, nagyon erőn felül ők nagyon erőn felül teljesítettek, és mindig csak az aktuális válogatottnak, ha vannak kiugró eredményei, ők. A magyar jégkorong összességében vagy stagnál, vagy inkább lefelé megy, ahogy legutóbb látunk egy ilyen grafikont, a tanult kollégánk jó voltából. Úgyhogy én annak mondom, sajnálom a srácokat, hogy nem maradtak bent, de jobb, azt gondolom, hogy jobb így, illetve akkor jobb így, ha tényleg lesz valami előrelépés, mert kapunk ilyen, nem tudom mennyi pénzből előállított ilyen stratégiát, vagy nem is tudom, annak mi volt a neve, mert nem olvastam el, de utána a magyar kupát meg a vasasba visszük. Tehát, hogy nem nagyon látom én az összhangot, ott ugye az egyik sarokkő vagy pillér volt a népszerűsítés, de hát nem arra megyünk. Én meg a TV posztjából is idéznék, ugye mondtad, hogy szeretnéd, hogy legyen újra bezzeg hoking, és amit te mondasz, hogy erőn felül teljesítenek a válogatottaink rendre. Tehát, hogy a játékosokban azokon a versenyeken a motiváció, ez a bezzeg, az szerintem megvan, és azért vagyunk még mindig ott, mert a bajnokságunk, az infrastruktúránk a minden alapján nem ott lenne a helyünk. Tehát még mindig előrébb tartunk a lelkesedésnek, vagy a bezzeg hokinak köszönhetően, mint ahol tartanánk, ha valós hátteret nézzük. Talán. Hát igen, csak én arra mondtam ezt a bezzeget, hogy amikor volt ez a szaporói történet, meg utána volt egy felfutása még, uh-huh. hogy nem tudom, hogy ti ott voltatok, amikor hazajött a csapat. Igen. Szaporóból. A kis stadionban volt egy ilyen ünnepély, uh-huh. ezrek voltak. Volt egy olyan eset, emlékszem, amikor Budapesten volt, kikaptunk talán a Koreától, vagy valakitől, és az edzésen ezrek voltak ott, hogy biztassák a gerilla szurkolás. Igen. Igen. Igen, és másnap megvertünk az aztán. Igen, csak hogy most szerintem nem lesznek annyian. Na de miért nem? Bocs. Tehát a finnországi VB-ről éppen csak kieső magyar válogatottat, egy hétköznap délben a Tüskecsarnok parkolójában lehet megünnepelni. Ez nem szervezés. A kis stadionos ünneplés az egy szervezés volt. Annak volt ideje, időpontja, meg volt hirdetve, stb. Ez meg egy picit így, hát akkor az is egy korai időpont volt, úgy emlékszem, tehát munkaidőben volt, maradjunk annyi. Munkaidőben volt, de emlékezz vissza, és akkor lehet, hogy még jobban fogjátok érteni, mert átéltük, ott voltunk Ljubljanában, a feljutás, ami olyan volt, amilyen, mert nem volt meg az extázis, mert ugye kvázi mi megnyertük a meccsünket, de nem rajtunk múlt, hogy már gyakorlatilag a másnapi meccstől függetlenül feljutottunk, és ott az a... Valahogy ki kéne hívni a srácokat, valahova, és egy ilyen betonbridge-re állították. Az MES munkatársa, egy hölgy, nem tudom a nevét, aki nem dolgozott, tehát ő csak kijött a VB-t nézni, és neki szóltak, hogy csinálj már valamit, intézz valamit, hogy valahogy meg lehessen ünnepelni a feljutást. Tehát, hogy nem, nincsen ez megszervezve, nem volt mögé téve az a gondolatmenet, hogy a jégkorongot élvezni kell, a csapatot meg ünnepelni kell. Igen, hát nem voltam ott Ljubljanában, de leértem, tehát ki kell szolgálni a szurkolókat. És itt néztem a valamelyik podcastet, ahol ti is erről beszéltek, hogy de hát hogy ez hogy van máshol, hogy le van mosva a plexi, vagy nem tudom én, jobbak a hirdetések, meg világosabb van a pályán, tehát HD-ben megy a közvetítés, hát sok mindenben én ezzel egyetértek, tehát azért mondom, hogy ezeket a problémákat mind valahol fel kéne vetni, hogy hogyan tudunk ezen segíteni. Tehát, hogy legyen egy
elvárás a csapatokkal szembe is, hogy, hogy olyan körülmények legyenek, ahova szívesen mennek ki az emberek, ad abszurdum a gyerekkel, mint talán a Káposztásmegyer, meg a Tüske, a, meg az Újpest pálya, ami, ami úgy emberi fogyasztásra alkalmas. De hát ott is én a Janinak is mondtam így régebben, hogy, hogy hát az a parkoló, ez az borzalmas. Hát én azért nem megyek ki, hogy egy sötét parkolóba, a pocsolyákba, meg nem tudom még hol kell ott menni. Hát ez már nem a 20. század. De ott de legalább most, van parkoló. Tüskecsarnok, vagy a Káposztásmegyeren parkoló sincs. De most megcsinálták Újpesten, egy hatalmas nagy parkoló van. Tehát már majdnem tegnap ott voltam. Tehát úgyhogy hát segíteni kell ezeken a dolgokon. Hát jó, a Káposztáson mondjuk nehéz megállni, de hát oda tervezte, aki tervezte most. Én még arra is kitérnék, hogy a Bartalis Istit említetted, hogy nincs kedve, hogy nem szívesen megy a válogatottba, hogy ez is nagyon fontos lenne, hogy a válogatottba presztízs legyen, és igenis örömmel menjenek a játékosok, és hogy ezt a körülményekkel is, vagy nem tudom, ugye nem fejtette ki Isti, hogy miért, de ez fontos lenne, ez nagyon fontos, szerintem ez az a csúcsa a klubhokinak, a válogatott, hogy oda akar eljutni mindenki, jó, persze, NHL az első állam, de azt ugye sok játékos elmesélte már, hogy mindenki így indul a karrierével, aztán amikor látod a tehetségedet, hogy mire predesztinál, akkor, akkor lejjebb adod, de az a válogatott, az, az igenis, az egy álom legyen minden játékosnak, ne egy kényszer, vagy egy muszáj a szezon végén. Hát igen, csak ehhez olyan légkör kell. Hát én el tudom képzelni, hogy én csak később hallottam már a VB után, hogy a Kevin milyen módszereket használt, meg egyebeket. Hát el tudom képzelni, hogy ott megszívták magukat már egy kicsit ezzel, és az se volt egy hangulatjavító. Ha, talán ha bennmaradunk, akkor, akkor szebb emlék lett volna, de így biztos, hogy, hogy van egyfajta kellemetlen érzés. Nem tudom, én mondom, hogy bennem rezonált valami, de ettől függetlenül. De hát de szerintem nem tudom, hogy hogy lehetne ezeket a problémákat megoldani. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy a biztosítókkal, lehet, hogy csak egy karizmatikus edzővel, nem tudom. Tehát az a baj, hogy ennek előtt beszélni róla szerintem fontos lenne már. De mi beszélünk hétről hétre. De nem nekünk kell, az tök jó, hogy mi beszélünk róla, de nem nekünk kell. Tudom, mi senkik vagyunk ebben a kérdésben, mi csak próbáljuk fölhozni azt, amit mi érzünk, amit gondolunk, és a kommentekből a visszaigazolások azt mutatják, hogy nem csak mi érezzük így, és nem, nekünk nem az a szándékunk, hogy negatív hangulatot keltsünk, vagy hogy leromboljuk a magyar jégkoron körül azt a nimbuszt, amit mondjuk 15-20 évvel ezelőtt valakik elkezdtek felépíteni. Mert sajnos ez omlik magától. Nem mi romboljuk le ezekkel a hétről hétre kirakott beszélgetésekkel. Egyszerűen csak rossz érzésünk van, mert azt gondoljuk, hogy lehetne ezt jobban csinálni. Mi sem biztos, hogy tudjuk, hogy hogyan kell jobban csinálni. Ezt hozzátesszük minden alkalommal, vagy lehet, hogy nem minden alkalommal. De hogy az biztos, hogy ennél jobban lehet csinálni, mert látjuk a szomszédban, látjuk tőlünk délre, látjuk tőlünk északra, hogy ezt lehet jobban csinálni. Ennyi pénzből meg pláne. Hát nekem se az volt a szándékom, hogy romboljak, sőt, itt ha megragadom ezt a nagy nyilvánosságot, akkor azt mondom, hogy és én is fogok menni a olimpiai selejtezőre, mert ott is bemutatkozik ugye a válogatott, nem is tét nélkül. Te már kapsz egyet? Nem kapsz egyet. Mert hogy nem, mi nem tudunk venni. Még nem indult el az értékesítés, csak úgy mondom, hogy a jövő héten indul el, fölmentem már az Eventimre, ha itt a reklám helye, de még nincsen, de meg tudom venni annak a jegyet, és ki fogok menni, és meg fogom nézni, és szurkolni fogok nyilván a fiúknak. Tehát itt ez a visszaadás,
ez egy figyelemfelkeltés, egy ébresztő óra, hogy valamit csináljunk, hogy ne legyen késő. Tehát vannak ilyen rémálmaim, hogy mondjuk a világbajnokságon össze fog kerülni Magyarország-Románia, és nem mi nyerünk. Uh-huh. Ami mondjuk a honosítások miatt benne van a pakliba. Uh-huh. Ha egy rosszul játszó nem teljes magyar válogatották ki, akkor még akár ez is előfordulhat. És az meg aztán Mohács, tehát dacára annak, hogy szeretjük a székelyeket, de hát a két ország ugye bezzeg nálunk jó. Tehát ez valahogy még mielőtt a nagy baj bekövetkezik, pedig hát tudod, mi volt a sorsa ennek a Kasszandrának is mondjuk. Azt hiszem, őt eltették lábalól, hát én még jól vagyok, de hogy nehogy ez legyen. Most a tegnap hallgattam, ti nem vagytok olyan rajongók, de Cseh Tamást, hogy 10 év múlva, hogy nehogy ez a dal legyen. Tehát, hogy valamit ki kéne közösen találni, hogy hogyan lehet ezt jobban. Itt az a kérdés, hogy akarjuk-e jobban. Én mindenképp szeretném, hát akarom. Hát én egyedül ennyit tudok tenni, hogy megnyomom a csöngöt, hogy csináljunk már valamit, mert ugyanott vagyunk, ahol 10 éve voltunk, és bedobtuk a automatába, és nem jött ki. Tehát, hogy lehetne ezt megjavítani, hogy amit bedobunk, abból valami kijön. Most a szlovákok, nem tudom, ti ott voltatok-e már a Káposztásmegyeren, amikor győztünk, ugye szlovákokkor röhögött mindenkit, tehát főleg a szlovákok. Az NHL-esek. Nem hitték el. Nekünk akkor az is egy nagy feladat volt, mert az a szlovák válogatott, ha nem is a legerősebb volt nyilván, de hát egy szlovák válogatott volt, és mi győztünk. És akkor utána volt egy hatalmas hullámvölgy is a szlovákoknál. Tehát én néztem, hogy mondjuk a Halak kiöregszik, meg a Csára, vagy Kára, és már nem lesz szlovák az NHL-be. És most megnéztem az U20-as VB-t, marha jól játszottak a szlovákok, legalább 10 draftolt játékosuk van, uh-huh. Lehet, mert több van a VB óta, mert nagyon jól mentek, nem volt szerencséjük. És akkor én ezt itt nem látom, tehát. Na jó, sok a külföldön játszó. De hát nem a Bostonban játszanak a külföldön játszó játékosaink, hanem finn bajnokság közepén, vagy a svéd alján, na, vagy a Dell 2-ben, a legjobb magyar játékos a Dell 2-ben. Tehát, hogy valamit kéne tenni. Tehát nem személyeskedve, vagy tudom én, de nincs ez így jól. Ez most ilyen igazi jó hatásszünet, de nem tudom folytatni. Tehát én nem tudok okosat mondani, szomorkás a vége, de inkább nézzünk pozitívan a jövőbe, és reméljük, hogy akár Tibor jelzésértékű hírességek csarnokának tagjaként való visszalépése, akár Bartalis Isti nyilatkozata, akár csak ha ilyen picit, akkor a kislesek hétről hétre felébresztik azokat az embereket, akik tudnak, akik ott vannak és tudnak tenni azért, hogy a magyar jégkorong legalább ne fejlődjön vissza, hanem stagnáljon és fejlődjön úgy, nem ahogy kell. Csinálni. Nem tudsz olyat csinálni, és stagnáljon. Fejlődni kell. Ez vagy nincs fejlődsz, kérdés. Vagy visszafele mész. A többiek fejlődnek. A többiek fejlődnek. Hát igen, mert a szomszédaink, a brittek, a lengyelek lassan elhagynak minket. Bár ne így lenne. Tehát, hogyha én a szomszédaink a brittek, ezt én még így elmondhatom, de... A csoport szomszédjaink, vagy a... Hokiban. Kikkel egy kosárba vagyunk. Igen. Igen. És hát,
biztos lehet jobban csinálni, mert tényleg ezek a felsorolt országok, és akkor tényleg, hogy Albi említettem úgy, hogy pont egy dán bajnok, a Csaninak a meccsét nézte, ahol ezek a fehér átlátó volt a plexi, meg világos a csarnokba, és nem volt kim, van 4000 ember, tudod, és persze nem lehet mindent egy-egybe átültetni, de azért van, amit lehetne. De hát a Rajna Miki is csodákat mondott, ugye, talán hogy a brit bajnokságban az számít, hogy bejöjjön a néző. Így van. Na jó, de nálunk vannak olyan meccsek, ahol jóformán nincs is néző, vagy csak tényleg is felesleges, rossz. Na mindegy. Aki tehát, csak zavar. Hát nem, igen, de akkor elmegyünk. Alapon működik az egész. Hát a brit bajnokság az teljes profi. Tehát, hogy ott ugye mondta Miki, hogy ő találkozott egy bácsival, aki a klub tulajdonos. És neki ez így magyarként ilyen elképzelhetetlen, hogy ővé a klub. Ott volt egy ember, ővé a klub. Hogy ez Magyarországon nincs ilyen, mert az állami az összes klub. Az állam adja a lóvét, vagy a TAO-ból, vagy bárhogy. Önkormányzat. Nem az ővé, de belőle él. Nincs egy ember, akire azt mondja, hogy ha most pozitív a mérleg a végén, akkor jó, ha meg nem, akkor nem jó. Hanem hogy el vannak. Ilyen munkahelyre járnak be az emberek. A magyar hokiba, és ez baj. Igen, hát érdekes móda, most már nem akarom nagyon hosszúra nyújtani, de nézd meg az erdélyi klubokat. Tehát ott van egy pénzember, vagy nem tudom én, valaki, és akkor ő mindent megtesz. És ez a jobb pénzért követelni is akar. Tehát ott nagyon látszik az, hogy most nem mondom, hogy mindig ők győznek, de a dinamikája a dolognak megvan. Tehát ott látszik, hogy ott van gazdája pénznek. Jól látszik ebből a Kevin dologból is, hogy volt az a pénz, amiért ő eljön, és volt, és dolgozik. És látszik az eredménye. Az elég szomorú, igen. Igen. De mondjuk az ő szaktudásához meg nem fér kétség. Tehát azért én láttam azokon a meccseken, mert ennyi idő után már van, amit értek a hokihoz, hogy az ott tényleg meg volt koreografálva minden. Tehát ő a kihozattal nem volt minden tökéletes, de látszott, hogy ezen nagyon sokat dolgozott valaki, és ez a valaki ezért hozzá. Tehát legyen az, hogy legyen ez az olimpiai selejtező, jövő héttől lehet venni jegyeket, csak mondom nektek, és menjen ki minél több ember, és buzdítsa a csapatot, hát ha egy siker átbillenti a dolgot. Mert az az igazság, hogy a siker azért nagyon jó összekovácsoló erő. Így van. És ha kiadhatom a főtitkár urat, ő is ezt mondta, hogy nyerni kéne a meccseket, és akkor visszatérnének a nézők. Csak hát... Ez kevés. Olyan... Hát nem kevés. Az egy alapfeltétel. Az egy alapfeltétel. Alapfeltétel, de nem elég. Fontos lenne, igen, hogy a szurkoló és a csapat újra egymásra találjon ilyen szempontból is. De jó lenne, ha minden poszton lenne egy... Hú, de rossz. Egy Kevinünk, aki úgy ért hozzá. És itt nem a csapaton belüli posztokra gondolsz. Nem. El is kell adni a hokit, erről nagyon sokszor beszéltünk. Manapság az, hogy nyerik a meccseket, szerintem nem elég sajnos. Itt meg mit csatolok arra, hogy mindenki kütyüzik, tehát nagyon sok. A mai világ az pont az, amit a Tibi elmondott az edzéssel kapcsolatban is, hogy angolra jár, ide jár, oda jár, ugyanez van a szórakozással is. Régen volt sport, volt foci, meg hoki, meg kosár, meg vízilabda, mit tudom. De nem volt stúdió dolog pont. Mellett. Igen. Most el kell adni a fiataloknak. És egy tök jó példa, bocsánat, itt a meccs előtt Facebookot pörgettem, és Szoboszlai Dominik csinált egy közös számot Azariával. Nagy híres, tökéletes egy mesterséges intelligencia, nem, elvileg a számot, elolvastam a cikket, a számot meg a szöveget ők írták, csak a stílust csinált a mesterséges intelligencia, tök mindegy.
A YouTube-on megnézték 200 ezeren, a TikTokon 800 ezeren, 1 millió megtekintésnél jár a dolog, és ami engem megfogott, hogy ugye mi is öregek vagyunk, és hát hol rakjuk ki a YouTube-ra, és a TikTokon nem van TikTok fiókot csináltunk, de nem nagyon használjuk, mert már öregek vagyunk, nem foglak, és ott nézték meg 800 ezeren. Hogy mozdulni kell arra, ahol erre, a fiatalság. Így van, a fiatalok felé kell nyitni. Nekünk is, mint kisles, de egyébként a magyar jégkorongnak úgy összességében a fiatalok felé kell nyitni, mert belülük lesz a játékos, belülük lesz a szurkoló, sőt, jó pár év múlva belülük lesz a jégkorongos szülő. Meg a támogató is. És a támogató. Ez egy olyan beszélgetés megint, amit se nem lezárni nem szeretnék, se nem folytatni, mert ha most ezt folytatjuk, akkor ugyanide fogunk kiukadni permanensen. Ha lezárjuk, akkor meg olyan, mintha jó van, így szar, ahogy van, pontot teszünk a végére. Ne legyen az, hogy menjen kis minden több ember az olimpiai selejtező. Így van, az olimpiai selejtező. Hát ezt próbáltam mondani én is nektek, csak nem tudtátok még, hogy hol lehet jegyet venni. De az Eventimen hétfőtől, lehet majd jegyet venni. A mai kétvonalas lesben vendége Balogh Tibor volt, akivel nem azért beszélgettünk, mert visszaadta a Hírességek Csarnokának tagsági címét, hanem azért beszélgettünk, mert Balogh Tibor a KSI, a női jégkorong és a magyar szurkolók számára a szakkommentátor. Igen. Köszönjük szépen a beszélgetést, Tibor, és köszönjük szépen, hogy ránk szántad az estédet. Én is köszönöm, hogy meghívtatok. Köszönjük szépen. Köszönjük. Hello. Minden jót. Szervusztok. A meccsen találkozunk.